Jó estét kívánok! Nem tudom, kinek van rossz estéje egyébként, hogy így kívánni kell. Nem vannak olyanok, akiknek így szar a napja, és az este már csak haba tortán nincsenek. Mert ez egy ilyen nagyon álságos dolog, nem, hogy egy jó estét kívánok, közben mindenkinek jó. Nem, hogy teljesen fölösleges a dolog. Szerintem nem ilyen általános dolgokat kéne kívánni, amikor mondjuk valakivel találkozunk, hanem olyat, ami személyes és segít rajta. Tehát jön velünk szemben egy hölgy, és akkor jobb fodrászt, nem? Tehát ez egy olyan kívánság, ami tényleg hatásos lehet, vagy kevésbé ló alakú fejet. Tehát ez is egy... Ezért érezzük, hogy bennünk megvan a jó szándék. Vagy például lehet olyat is kívánni, hogy mit tudom én, tusfürdő illatú lábujjközöket. Tehát ezzel finoman jelezzük, hogy itt valami probléma van. És ugye vannak olyan foglalkozások, ahol ez már kialakult. Tehát például a bányászoknál van ez a jó szerencsét, nem? Ez azért egy eléggé praktikus kívánság egy bányásznak, és más hivatásoknál is abszolút lehetne így köszönni, például ugye az ellenőröknél, hogy élethivatást, nem? Tehát, hogy valami értelme legyen azért az életüknek, vagy a portásoknál, hogy valós megbecsülésen alapuló tiszteletet. Vagy politikusoknak lehetne azt mondani, hogy... akkora péniszt, ugye, amekkora igazságokat mond. Hogyha tényleg nagy és igaz dolgokat mond, akkor mindenkinek jó. Tehát jó a politikusnak, és jó nekünk is. És ugye a magyar nyelv az nagyon érdekes. Mert van két szavam, két kedvencem, amit talán már említettem. Ugye van az egyik, ez a kőműves dekoltás, gondolom ez mindenkinek megvan, hogy amikor valaki előrehajol, és ott a naptól nem érintett terület kivillanik, ugye ez az egyik. Más néven csibészhézag. Illetve a másik, ez a bádogos hónaj, ugye, akinek itt is le van sülve a hónaj, ugye, mert rakja az eresztés, közben bekandikál a napsugár. És most van egy új szó, amit mindenféleképpen szeretnék megemlíteni, hogy vannak urak, akik hát slim fittet hordanak, pedig már nem slimmek. Tehát van ez a duci búvár ruha ing formában, és ők fölkapják ezt, leülnek, és utána keletkezik egy ilyen rés. Ezt hívjuk úgy, hogy inghaspina. Ugye? Tehát egy olyan nemi szerv tárul fel előttünk textilből, amiről eddig nem is tudtunk, hogy van ilyen. Teljesen új nyelvi és egyéb dimenziókat nyit meg előttünk. És hát, hogyha így a nyelvnél tartunk, a politika is egyre inkább kezdik kisajátítani magának a nyelvet. Nem tudom, hogy feltűnt-e önöknek. Ugye van most ez a rezsiharc, meg Magyarország jobban teljesít, nem? Vannak ezek a plakátok nagyon jók. Ez a, olyan, mint a pénisznövelő reklám, nem? A rezsicsökkentés kicsit. Tehát, hogy amikor beveszed, akkor így bízol benne, de később nagyon fog fájni. És... ugyanez igaz a szlogenekre is, hogy nagyon sok szlogen az inkább azt fedi el, ami a legnagyobb hiányosság az adott terméknek. Például ugye van a Coca-Cola, aminek az a szlogenje, hogy jéghidegen az igazi, de valójában azt jelenti, hogy langyosan szar. Tehát azért még se lehet így eladni a Coca-Colát, hogy Coca-Cola langyosan szar, szaladjunk, igyuk meg, mert megmelegszik. Ugye ez logikátlan lenne. Hogy ugye van BKV, mozgásba hozzuk a várost. Tehát ez ebben a formában így nem igaz, nem az, hogy mozgásba hozzák, hanem olyan baleseteket szenvednek el, hogy aki kocsival megy, az is megszopja. Tehát ez igazándiból nem teljesen így igaz, hogy mondják, vagy a TV2-nek ugye ez volt a szlogenje, hogy szenvedélyünk a szórakoztatás. Ugye mi kettő hiányzik a TV2-ből, a szenvedély, meg a szórakoztatás, de ugye ez volt az ő szlogenjük, és ugyanez igaz abszolút mértékben sok más márkára is. Egy van, amelyik nem hazudik. Volt egy ilyen szőnyeg diszkont, aminek az volt a reklámja, 3 betű TTL. Ez nem hazudik. Tehát nem állítottak se sokat, se keveset, az nem 4 betű, nem is 2, 3 betű TTL, tehát ők ehhez tudták magukat tartani, lehetne tényleg ez a 3 betű BKV. Tehát ebben aztán benne van minden.
amit ők tudnak üzenni és nyújtani üzembiztosan. És nagyon sok pártnak a neve is pontosan így alakul. Ha végig gondoljuk a pártok nevét, mindegyik azt leplezi legjobban, ami hiányzik belőle. Tehát, hogyha végig megyünk így rajtuk, van ugye a Fidesz-MPS, ugye Fidesz Magyar Polgári Szövetség, ugye Fiatal Demokraták Szövetsége. Hát, hogy mennyire fiatalak, ugye Orbán Viktor most volt 50, kapott szülinapra pár stadion, ugye nagyon szép. Szülinapi ajándék, meg lehet látni, hogy neki már van egy ilyen beépített dekázó labdája, tehát ilyen pocak. Épp ma mondta Orbán Viktor, most már le kell számolni a politikailag korrekt beszéddel, mondjuk ki, Orbán Viktor kövér. Merjük kimondani ezt a dolgot, tehát ő, ha hazamegy, akkor van mivel dekáznia. És ugye ez a szövetség, ez tényleg olyan, mint a szalámi készítés. Tehát így elhívnak valakit disznótorra, jöttetek torra, már be vannak darálva ők, ugye? És ők már a mi szövetségeseink, legalábbis megettük őket, mint a kis gömböt. És ugye, ha tovább megyünk ezeknél, ugye demokrata, hát ezt nagyon sokan vitatják, de ugyanez igaz az MSZP-re is, nem? Ugye a Magyar Szocialista Párt, ugye? A szocialista, hát gyakorlatilag Scrabble-ből kidobnak bármilyen más szót, az is kb. Ugyanennyire lenne igaz rájuk. És az, hogy párt, ugye mit kerestek éveken keresztül, egy ilyen nagyon szar szóvicce, párt, ugye? Nem találtak ők, de ennek ellenére így hívják magukat. Illetve hát a Magyar Szocialista Párt az nagyon, nagyon vicces, azért lássuk be. Tehát most voltak ezek az európai parlamenti választások, és volt Mesterházi Attila, nem tudom, ki emlékszik már rá. Tehát ő volt a bizonyíték arra, hogyha valaki szakállas és piros, még nem biztos, hogy a Mikulás. És ő neki volt ez a furcsa szakáll, ami hol volt, hol nem volt. Tehát tényleg ilyen szegény ember dartanyanja volt, Mesterházi Attila. És azt éreztem gyakran, hogy ő olyan, mint egy ilyen klasszikus pornófilm mellékszereplő. Tehát nem ez a pornófilm mellékszereplő szakállal, tehát így áll, és így mellette dugják a nőt. És ő meg így szomorúan nézi, hogy mi történik közben. Van még a Demokratikus Koalíció, ugye Gyurcsány Ferenc pártja. A koalíciónak semmi értelme nincs. Tehát ők voltak a legegyedebbül végig a kampányban, tehát koalíció. Tehát Gyurcsány Ferenc tényleg olyan egyedül volt, mint a hegylakó a 400 éves osztálytalálkozóján. Nem? Tehát, hogy így eljött, de megint nincs ott senki. Osztályfőnök se jött el, nem jött el, mert te ölted meg. Tehát ne csodálkozzál rajta. És Gyurcsány Ferenc ugyanakkor egy érdekes jelenség, nem? Tehát ő az, aki ilyen elpusztíthatatlan, nem? Tehát így a mocsárban lenyomod, és magasabbra jön föl a másik oldalon. Tehát egy ilyen irracionális közlekedő edény. Azon gondolkodtunk sokáig, hogy hogyan lehetne végezni Gyurcsány Ferenc, és valószínűleg a szívét egy olyan kolbásszal kell átszúrni, amit Orbán Viktor maga töltött. Ez az egyetlen megoldás arra, hogy Gyurcsány Ferenccel le lehessen valahogy számolni, és ha tovább megyünk a pártokon, ugye van az Együtt 2014, ugye lehet látni, hogy azért nem hosszú távra terveztek. Tehát ebben nincs benne a 2016 vagy a 2018, hát egy ilyen viszonylag limitált együttlétben gondolkodtam. Utána voltak Összefogás, utána voltak még szinte a választás előtt egy héttel, hogy ők kormányváltók lesznek. Én azt reméltem, hogy így majd szavazok, és így berohan egy aktivista a fülkébe, az meg olyan nevet találtunk ki, beszarsz, és így áthúzza, és beírja az ujjat. Ugye hát az Együttnél az a legfurcsább, tehát nem, hogy a listában, hanem a lista file formátumában nem sikerült megállapodniuk. Excelbe küldtél, én azt nem tudom megnyitni, nekünk nincsen itt. Open Office-szal dolgozunk. És a másik ilyen nagyon furcsa volt még így a választások során, ugye van a Jobbik. Ugye? Milyen a többi, ugye? Ők a Jobbik. Tehát azért ez sok mindent elmond róluk. Tehát ők tényleg fontos kérdéseket vetnek föl, csak nem adnak rá választ. Nem? Tehát mint a lányom, hogy apa, hol van a szél, amikor nem fúj? Faszom se tudja, ugye, de megkérdeztük. És
És ugye még az egésznek a megkoronázásaként, tehát mint az irónia csimborazója, van a LMP, ugye, lehet más a politika. Ugye? Ők így gondolták, valószínűleg már önkormányzati választásra időszerű lett volna módosítani, így NL-LMP, ugye, nagy lófasz, lehet más a politika, a realitások talaján maradva, de nem, ők ugye kitartottak az eredeti koncept mellett, és ezért éreztem úgy, hogy ez az utolsó két ilyen választás, ez nem is választás volt, mert akkor van alternatíva, hanem ilyen szavazás. Ha választani lehetne, biztos nem rájuk szavazni. És az európai parlamenti választások meg aztán az egész furcsaság volt. Tehát ennek az egész furcsa magyar abszurd létünknek a csúcsa, hogy amikor azt mondták, hogy nagyon sok EU-s pénzből megválasztottuk a képviselőket, kik jutottak ki, ugye Szanyi Tibor, aki ugye, hát vidám, gyakrabban vidám, mint ezt az ország állapota indokolná. Dajs Tamás, ugye, a puszta 50 centje, aki... Hát, aki Twitteren nagyon erős, mert majdnem behozta Justin Biebert, és még kijutott Kovács Béla, ugye, akiről kiderült most, hogy kém, egy ilyen jobbikos, nem tudom, hogy kihez jutott el az információ, de van saját KGB kémünk. Ez nagyon jó. Tehát azt kell, én azt hittem, Magyarországban nem oszt, nem szoroz. Tehát minket már a KGB lesz szar. Tehát már nem is foglalkoznak velünk, de van egy kém, ugye. Kovács Bélát nem tudom, ki látta, de az már eleve kínos egy ilyen James Bond szituációban, amikor így bemutatkozik, hogy a nevem Béla. Kovács Béla. Tehát, hogy azért nem így képzelsz el egy ügynököt. Én tényleg, ahogy kinéz, én azt tudom elképzelni, hogy legfeljebb egy ilyen nemzetközi vőfély találkozón tudna beépülni. Tehát, néhány verse. És nem tudom, hogy ilyen speckó cuccai lehetnek, nem? Tehát így Kovács Béla, ugye, nagy KGB ügynek, van egy ilyen beépített gulyáskrém kapszula fogába. Nagyon messzi országban van, akkor elharapja, és akkor elmúlik a honvágya. Ennyit tud, tehát ez... Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet egy ilyen magyar ügynök, vagy az órában van egy ilyen fokosvető, csak rossz irányba beszerelve, tehát már négyszer hozták vissza a klinikai halálból, mert ugye magyar termék. És hát ugye őket küldtük ki az Európai Parlamentben. Nagyon sok milliárd forintot, hát nem mondom, hogy elpazarolva, de elköltve. És ez olyan, mintha az Eurovíziós Dalfesztiválra a Fási Ádámot delegálta. Ugye, hogy na, majd ők is megkapják a magukét, a sok gyerci európai, ugye? Ne csak itthon szopasson minket, kiküldtük az egész világnak, ugye, lássák. És tényleg Fási Ádám az egyetlen olyan énekes, akinek nincs beszédhangja, és azon énekel. Tehát ez a legnagyobb rejtély, mintha egy akváriumban lenne, azt nem tudom, megfigyelték-e, hogy egy ilyen akváriumban lévő pedagógus, aki átállt a kettős könyvelésre. Tudod, így hóvégén, hogy puh, gyerekek, ugye de mozognék csak itt az akvárium, és ugyanakkor rajta van a teher is. A másik nagyon jó volt a kampány már, nem? Ugye azt írták ki, hogy tiszteletet a magyaroknak, ugye? Magyarországon magyarul, magyar plakátokra. Ez logikus, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez... Ez olyan, mintha a szobámba egy ilyen posztitel föltenném a falra, hogy Beyoncé azonnal szopjon le.